Szó, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Azt, ha már a ügyvédek között vicc vagy nevetség tárgyát képezi, hogy mikor is fog elkezdődni érdemben, vagy mikortól fog működni az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer. Talán 2024. október 1-től majd sikerül, mint ahogy egyébként az ügyvédek majd csak 2021. július 1-től adhatják be az ügyvédi kamarához az újfajta eljárásra vonatkozó kérelmeiket. Tehát valóban egy érdemi előrelépés jelentene ennek a rendszernek a bevezetése, de ugye itt folyamatos késedelmeket és halasztási szándékot látunk. Én olyan kérdésekre szeretnék rávilágítani, amelyek elsősorban külterületi ingatlanokhoz, vagy a külterületi ingatlanok ingatlan nyilvántartási, adásvételi, tulajdonjog átruházásai kérdéseihez kapcsolódnak, de egyébként a használati rend kialakítása összefüggésében akár a belterületi ingatlanok esetében is felfedezhető számos érintettség. Talán egyet lehet azzal érteni, hogy a nem hiteles tulajdonlapokat jövő év október 1-től kivezetik a rendszerből. Azt viszont még mielőtt itt a használati rend és egyéb témakörök alpontjaira rátérek, hadd jegyezzem meg, hogy elég furcsa, hogy rendeleti szintre helyezik a díjtételek meghatározását. Valljuk be őszintén, a magyar emberek döntő többségét ez érinti a legjobban, és ez is érdekli a legjobban, hogy mennyit kell majd fizetniük a tulajdonlapok lekéréséért, akár a szemléért, akár a teljes másolatért. Javasolnánk itt nagy tisztelettel a Mi Hazánk részéről az évi 2 darab ingyenes lekérésnek a jelentősebb megemelését, illetőleg a őstermelő családi gazdaságok, mezőgazdasági őstermelők esetén ennek a számnak legalább a 10-re való növelését, hiszen azért életszerűen elképzelhető, hogy egy kisebb volumenű családi gazdaság, vagy akár egy mezőgazdasági őstermelő az éves 2 darab lekérést nagyon hamar kimeríti, és indokolt lenne részükre egy magasabb darabszámú ingyenes hozzáférést biztosítani, amely nem egy luxus jogosultság, hanem a mindennapi munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges. Ami már régóta egy komoly anomália a rendszerben, és nem igazán világított rá senki, valljuk be őszintén, nem is akar ezzel senki sem foglalkozni, az döntően az erdőművelési ágú területekhez kapcsolódik, de előfordulhat ez esetleg szántó, legelő vagy gyümölcsös művelési ágú területeknél. Az ingatlan nyilvántartásban jelenállás szerint nincs föltüntetve, külön nyilvántartásban persze meg lehet találni, de a tulajdoni lapon nem látható a földhasználó neve, egyébként csak informatikai fejlesztés kérdése lenne, nem látható az, hogy adott esetben a tulajdonos és a földhasználó személye megegyezik-e, fennáll-e haszonbérleti jogviszony az adott terület, az adott helyrajzi számú ingatlanra vagy sem. Rendkívül mód megkönnyíteni az eligazodást, a tájékozódást, az esetleges visszaélések, csalások elkerülését nagyban segítené, ha egységesen ez a közhiteles ingatlan nyilvántartásban látható lenne. És különös súllyal esik ez latba az erdőműveléságú területeknél. És az a helyzeti, tisztelt képviselőtársaim, hogyha az egyszerű magyar parasztember vagy választópolgár mondjuk szerepel a földműves nyilvántartásban, és szeretne akár egy kisebb erdőterületet venni, akkor nagyon könnyen vagy csalás áldozatává válhat, vagy kerülhet úgy is nehéz helyzetbe, hogy egyébként maga a jóhiszeműen eljáró eladó sem tud, nem feltétlenül akarja törbe csalni, vagy családmódon eljárni. Egész egyszerűen az ingatlan nyilvántartások párhuzamossága, vagy a különböző típusú nyilvántartások párhuzamossága egybefuttatásának megoldatlansága okoz problémákat. Hadd mondjak önöknek egy konkrét példát. Erdőterület megvásárlásánál szintén nem látható a tulajdonlapon, hogy az adott erdőterülettel kapcsolatban fennáll-e haszonbérleti, integrációs vagy erdőkezelői jogviszony. Ugye nagyon sokáig itt csak a haszonbérlet volt az egyetlen hasznosítási forma, hanem a tulajdonos kezelte a saját erdejét. Ez néhány évvel ezelőtt kibővült, egyébként nagyon helyesen, az integráció és az erdőkezelés jogcímekkel. Csak az a helyzet, hogy ezeket az erdőfelügyelőségek vezetik, és az ingatlan nyilvántartások, a földhivatalok semmilyen adatot ezzel kapcsolatban nem tartalmaznak. Magyarán meg lehet úgy venni, meg lehet úgy szerezni adott esetben egy értékes erdőterület tulajdonjogát, hogy nincs azzal tisztában a vevő, hogy arra még esetleg évtizedekig valaki másnak fennáll a haszonbérleti jogosultsága, amely Még ismeretében, ha ezt tudta volna, vagy nem veszi meg az adott területet, vagy jelentős értékcsökkenéssel veszi csak meg. És amikor elkövetkezik az első fahasználat, lehet, hogy az adásvétel után több év elteltével, akkor szembesül azzal az erdőfelügyelőség tájékoztatása alapján, hogy lényegében csökkent értékű portékát vett, mert más termelheti le a faanyagot, más értékesítheti, és gyakorlatilag ablakon dobott ki sok millió forintos összegeket, csak azért, mert a földhivatalnál, a tulajdonlapon nem volt feltüntetve az az egyszerű tény egy sorban, hogy adott személynek vagy gazdasági társaságnak meghatározott időpontig vagy határidőig a területen haszonbérleti joga áll fönn. Ha nem kellően alaposan járnak el, és ez az alaposság nem feltétlenül várható el egy átlag állampolgártól, és nem fésülik egyben, nem nézik meg az ingatlan nyilvántartásban a tulajdoni lapot, a térképet, az ingatlan nyilvántartási térképről beszélek, és nem bányásszák elő az erdőfelügyelőség adattárából a műveleti lapokat, vagy leírólapokat, vagy üzemtervi lapokat, mindegy, hogy mondom, mind a három ugyanazt jelenti gyakorlatilag, akkor erre nem fognak rájönni. És nagyon gyakran előfordul, hogy nem az eladók birtokában vannak az erdőfelügyelőség nyilvántartás adatai, hanem az erdészeti szakirányító vagy szakszemélyzetnek a birtokában, vagy adott esetben csak a erdőfelügyelőség irattárában lehető föl. Erre mondtam az előbb, hogy nem feltétlenül kell abból kiindulni, hogy az eladó be akarja csapni a vevőt. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kiközve, régi mondása itt különös értelmet nyer. Egész egyszerűen próbálkoztam ezzel már pár éve, próbálkoztam eljuttatni az illetékes döntéshozókhoz annak a, vagy próbáltam megértetni velük annak a fontosságát, hogy akár a tulajdoni lap harmadik részén kerüljön föltüntetésre. Ha létezik ilyen, akkor haszonbérleti jogviszonynak a fönnállása. Nagyon szépen megmagyarázták nekem, hogy erre nincsen szükség. Holott az előbb elmondott egyszerű példából is könnyen kikövetkeztethető, hogy erre nagyon nagy szükség lenne. És azt is megmondom önöknek, hogy én magam a saját szerény kis praxisommal is találkoztam ilyen esettel, majdnem belerohantam, amikor az egyik kedves ismerősömnek segítettem, az utolsó pillanatban sikerült megakadályozni az adásvétel létrejöttét, mert az utolsó pillanatban szembesültünk azzal, hogy a megvásárolni kívánt erdőterületen még 15 évig, az adásvételt közben még 15 esztendeig egy másik személynek, egy harmadik személynek áll fenn a haszonbérleti joga. Természetesen így az érdeklődő vevőjelölt el is állt az ügylettől. Mindezt meg tudnánk spórolni, hogyha az erdőművelési ágú területek esetében, azt gondolom, hogy erre a legjobb elhelyezés a tulajdonlap harmadik része, a terhek rovatban, ugyanúgy, mint például egy haszonélvezeti jog, vagy bármilyen mondjuk banki kölcsön, vagy bármilyen típusú tartozásnak a megléte, kerüljön feltüntetésre, hogy kinek, milyen jogcímen és milyen határidőig áll fenn, erdő esetében megismétlem haszonbérleti jogosultsága, integrációs jogosultsága, vagy erdőkezelési jogosultsága. És ugyanez igaz lehet haszonbérleti jogcím esetében a más művelési ágú külterületi ingatlanokra is. Mint ahogy ugyanígy, de itt már a belterület és külterület ingatlanokról egyaránt beszélek, kötelező elemként kellene rögzíteni a törvényben, hogy az adásvétel folyamatban a léténynek ténye, az egészen addig, míg az adásvétel folyamata nem zárul le, a jogerős tulajdonjog bejegyzése kerüljön feltüntetése. Ismereteim szerint jelen pillanatban ez 6600 forint eljárási díj megfizetés ellenében lehetséges és opcionális, tehát nem kötelező. Ez lakóingatlanoknál és földterületeknél is egyaránt rendkívül fontos lehet. És természetesen az a Mi Hazánk kérés és elvárás, hogy ez díjmentesen kerüljön feltüntetésre. Ez ugye a földadásvételek vagy külterületi ingatlanok esetében némileg bonyolultabb, hiszen egy lakóingatlannal ellentétben itt egy hosszas, legjobb esetben 3, rosszabb esetben 6-12 hónap időtartamig terjedő procedúra előzi ezt meg. Jogász legyen a talpának egyébként a mai napig is végig tudja követni egy földterület megvásárlása esetén az ügyvédi irodától a jogerős tulajdonjog bejegyzésig terjedő útvonalat, meg hogy közben az iratok mely hatóságoknál fordulnak meg. Azt tudjuk, hogy megfordulnak a megyei földhivataloknál, a megyei agrárkamaránál, a helyi földbizottságoknál, majd az ingatlan fekvése szerinti földhivatalnál, de gyakorlati jogászoknak is nehéz nyomon követni, az eljárás melyik fázisában éppen hol tart. Az a legegyszerűbb, amikor látjuk azt, hogy most már egy előrelépés történt, hogy nem 60 napig, hanem csak 30 napig kell kifüggeszteni. Megjegyzem egyébként, hogy ha már ingatlan, elektronikus ingatlan nyilvántartásról beszélünk, és digitális világról, meg digitalizációról, akkor szerintem ezt a 30 napot még tovább lehetne csökkenteni, 15 nap is bőven elég lenne, hiszen nem csak papíralapon függesztik ki ezeket az adásvételeket az adott, az ingatlan fekvése szerinti polgármester hivatal hirdetőtáblájára, hanem fölkerül egyúttal a magyarország.hu-nak a megfelelő felületére is. 15 nap tiszta játékidő, 15 nap kifüggesztési idő bőségesen elég ahhoz, hogy az elővásárlásra jogosultak el tudják azt dönteni, hogy élni kívánnak ezzel a jogosultságukkal vagy sem. De visszaélésekre adhat az okot, hogy az adásvétel folyamatban létező tényét nem kötelező feltüntetni. Hát ha már annyi hatóságot, hivatalt megjárnak ezek az ügyiratok, persze ezt is lehetne egyszerűsíteni, akkor talán beleférne az is, hogy az adásvétel folyamatban létező tényét az eladó és a vevő, de főleg a vevő biztonságának érdekében fölvezetik az ingatlan nyilvántartásba. Nagyon nagyra értékeljük az elektronikus ingatlan nyilvántartással kapcsolatos innovatív gondolatokat, de az is kimarad belőle, és talán nem is gondol erre, hogy különösebben senki, hogy mi a helyzet a használati rend kialakításával. Mivel az osztatlan, közös tulajdont az esetek döntő többségében mindjárt sikerült felszámolni, tehát rendkívül lassan halad ennek a múltrendszerbeli csökevénynek, a múltrendszer egyik, nem kizárólagos, de egyik nagy átkának a felszámolása. Ezért nagyon fontos lenne az ezzel kapcsolatos szabályokat leegyszerűsíteni, és ennek szintén a tulajdoni lapon, vagy esetleg más módon az ingatlan nyilvántartásban valamilyen könnyen átlátható relevanciát adni. Ennek már szerepe lehet akár egyébként értékes építési telkek esetében, de szintén nagyon gyakran előforduló probléma mezőgazdasági rendeltetős ingatlanok esetén. Legelők, szántók, ritkábban gyümölcsösök, és a már korábban emlegetett erdőterületek esetén. Nagyon gyakran az osztatlan közös tulajdon, nagyon nehéz, még most is nagyon nehéz ezeket megszüntetni, és sok esetben az ingatlan tulajdonosoknak komoly érdeke fűződne ahhoz, hogy rugalmas keretek között használati rendet tudjanak kialakítani. Tehát ha már egyszer nem tudják megszüntetni az osztatlan közöst, ez sem egy ritka esetkör, higgyék el nekem, hogy végül arra jutnak, olyan az ingatlan fekvése, és olyan a sok évtizede kialakult, becsontosodott helyzet, hogy nem lehet ennek érdemben nekifutni, meg nem is érdemes, viszont a használati rend kialakítása az keresztülvágná a gordiuszi csomót, igen ám, csak ennek is van egy végletekig elbonyolított rendje, főleg egyébként erdőterületek esetén. Tehát nem józan paraszt észre menne sem, hogy kijelöljük, hogy mondjuk melyik fasortól, melyik fasorig terjed egyik vagy másik tulajdonos társ tulajdonjoga vagy használati jogosultsága, hanem erdőmérnöki pontossággal kimért GPS koordinált alapú őrületet kellene végrehajtani, ami nagyon megnehezíti az észszerű gazdálkodást, jelentősen meg is drágítja, és legfőképpen egyébként nem szerepel a könnyen elérhető módon, legalábbis nem szerepel az ingatlan nyilvántartásban. A földhivatalok sokszor azt mondják, hogy egy erdőterület esetében őket ezzel ne is fárasszák, hagyják őket békén, majd az erdőfelügyelőséghez ezt be kell adni, holott egyébként föl lehetne tüntetni, vagy legalább utalni lehetne rá, szintén mondjuk a tulajdoni lap harmadik részében. Hogy adott területtel kapcsolatban használati rend kialakítására került sor. Nem egy külön nyilvántartásban, szántóknál meg lehet keresni, de azt is egy külön nyilvántartásban. Szántóművelés ágú területek esetében sincs föltüntetve a tulajdoni lapon, hogy használati rendet kialakítottak-e vagy sem. A papír papírozásának a papírozását is megint meg kell csinálni, meg újabb kutató, meg búvár, szinte már ilyen adminisztrátori, könyvtáros munkát kell az végén, ezt valaki megtalálja. Hát ha már most egyszer gatyába akarjuk rázni, rendbe akarjuk tenni az ingatlan nyilvántartást, tisztelt képviselőtársaim, akkor az előbb említetteken túl a használati rend fennállásának tényét is lehetne rögzíteni, hogy legalább ezzel az alapinformációval tisztában legyenek a tulajdonosok, és egy egységes nyilvántartásban, egy nyilvántartásban kezelni, még egy kattintással, vagy egy PDF dokumentum letöltésével megtalálják azt is, hogy az adott területen konkrétan hogyan került kialakításra ez a használati rend, mert sokkal több területet sikerülne így művelésbe fogni, és ez nagyon jelentősen megkönnyíteni azoknak az életét, akik nem tudnak, nem akarnak, vagy adott területen még nem lehetséges az, hogy egy hosszabb procedúra eredményeként megszüntessék az osztatlan közös tulajdont. Úgyhogy nagyon kérem önöket arra, hogy a Mi Hazánknak ezeket a konstruktív és innovatív javaslatait szíveskedjenek befogadni, magukévá tenni, és szeretnénk ezt viszont látni majd a törvény normaszövegében is. Köszönöm szépen a figyelmet!